A védőnői szolgálat fontos szerepet tölt be kisgyermekeink és a várandós anyukák életében. A veszélyhelyzet alatt is számíthatunk munkájukra, most meg tudjuk, hogyan. Nekünk is át kellett alaposan szervezni a munkánkat. A tanácsadásra csak azokat a gyerekeket hívjuk, akiknek kötelező oltásuk jár, vagy olyan alternatív oltás, amit muszáj beadni. A játszótereket nem lehet látogatni, milyen más megoldás lehet, hogy örök mozgó gyermekeink kicsit elfáradjanak. Otthon vagy a kertbe, és hogyha olyan kert van, ahol több család használja, akkor azt tanácsolom, hogy mindenképpen be kéne osztani, hogy a gyerekek ne érintkezzenek. A kertben nyugodtan kimehetnek, a teraszon is esetleg levegőzhetnek. Sok kisgyerek szeret a szüleivel a boltba menni. Vigyük őket mostanában is magunkkal? Semmiképpen, mert a gyerekek mindent összefogdosnak. Arra kell törekedni, hogy kevesebben legyünk. A közérbe is ugye azt kérik, hogy lehetőleg egy ember menjen be, és vásároljon be. Hogyan tudnak kapcsolatot tartani a kismamákkal, újszülöttekkel? A kismamákat telefonon érjük el, minden védőnő elérhető, telefonon, SMS-be, vagy esetleg e-mailben. Az újszülötteket, azokat mindenképpen kimegyünk látogatni, de úgy szervezzük, hogy az orvossal együtt megyünk, hogy minél kevesebb legyen a találkozás, és utána pedig más egyéb módon tartjuk a kapcsolatot. A tanácsadás milyen renddel folyik? Át lett szervezve a tanácsadás heti két alkalommal van, hétfőn és csütörtökön. Mindenki ki van értesítve a pontos időpontról. Igazából azt szeretnénk kérni, hogy időben érkezzenek, mindenki tartsa be, és itt a váróban csak egy gyerek és egy felnőtt tartózkodhat. Úgy intézzük, hogy ne találkozzanak a családok egymással. Milyen tanácsot adnának a családoknak a következő napokra? Most kivételesen azt ajánljuk, hogy nagyon nézegessék az interneten fennlévő játékokat, vagy tanácsokat, nagyon sok praktikus ötlet van, és hát vigyázzanak egymásra. A gyerekek most otthon rajzolják aranyos kis képeiket a védőnéniknek, és biztos várják az újabb kedves méréseket, tanácsadásokat, amikor majd átadhatják őket.